Sziasztok, fókuszok Mongóliából itt a Korifája közepén nyáron. Azt mondom, hogy érezzük tőletek, hogy hívnak titeket azok? Királynak hívnak. Rebeka. Király és Rebeka. Azt mondom, azt mondom, hogy mi itt a véleményetek a jégpályáról? Hát én nagyon szeretem. Hangosan. Igazából. Annél jégtáncolok már 6 éve. Írtóval. És neked? Én imádok jégen lenni. Azt a legjobb vágyam, amikor egyedül vagyok. Korizat. Na most én azt jelenti megkérdezni, miért van ugyanán korizat, mint neked? Nem tudom. Nem, na. Kicsi a világ. Mutassatok valami jó trükköt, amit tudtok itt a koripályán. Tudtok valami? Nem? Na, azt veszed. Azt veszed, azt veszed. Na jó van, köszönjük szépen, ő volt Király és Rebeka, illetve Rebeka és Király. Jucske nyelved. De Mongóliából nyáron évközepén. Sziasztok, fókuszok innen a Tatabányi X jégről, a Tatabányi jég műjég pályáról. Itt áll mellettünk Csordák, alias Superman, aki ma be volt öltözve egy elég vicces figurának, mivel farsang van. Azt mondom, kérdezni kedves barátom, hogy mi a véleményed a koripályáról. Gyerekek, ez a koripálya egy maga a tökélyt a Komárom-Esztergom megyében szerintem, sőt, talán Magyarországon is az egyik leghangulatosabb pálya. Nagyon jó a közönség, a zene, minden, maga az első osztály, a kiszolgálás a büfében, a ruhatáról nem is beszélve. Biztonságért is maximálisan végzik a feladatukat, ezért mi nagyon hálásan lehetünk nektek. Ezzel elmondott. Minden, azt mondom kérdezni, hogy mi a véleményed arról, hogy mind a kettőnek ugyanolyan koripálya van? Ez már csak az ízlés kérdése, mivel nem akarom megzavarni magam, de te is és én is profik vagyunk. Ez már csak az ízlés kérdése. Én a rossz hogi karikban nem tudok korcsolyázni. Nekem ezek a sima szerfedős korik tökéletesen megtalálnak. Azt mondom, hogy kérdezni, mi lenne a véleményed? Szeretnéd, ha egy nagy egész korin, 3 órás korin, a lettáblán neked lenne szinte csak a képed, mint egy isten? Hát azért nem szeretném, mert azért van még egy-két olyan korcsolyázó ember itt, mint például a Zenyik, mindannyian is meg a Zenyiket. Ő egy hatalmas korcsolyázó, persze ott van a kemény mag, aki úgy szintén hatalmas korcsolyázókból áll. A legfrissült tagjuk lesz Debreceni Dorottya, aki ott korcsolyázik, éppen te barátnőt. Hatalmas korcsolyázó lehet, ha szép jövő áll előtte. Rendben, nagyon szépen köszönjük mindenkinek egy PCR-t. Köszönjük szépen minden Afganisztánból. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. Jégről, az Apple telefonon videózott videóval innen, Szicília kellős közepéről a tengerből. Itt van veletünk Noel, Tóbiás Noel, a boxoló, aki Dudubánál boxol már évek óta. Mi a helyzet a koripályáról? Nagyon szuper, most még viszonylag jó a jég is. Igaz, már kicsit ropára van, de szuper. Na, az nagyon jó. A jég is akkor nagyon jó. A büféről mi a véleményed? Mi a kaja? Faszom, nagyon szuper, nagyon jó. Full camp, refer vagy, igaz? Hogyne, nagyon szeretem. Faszom, azt akarom kérdezni, mi a jó szerinted a Facebookban? Nagyon szeretem. Lehet beszélgetni rajta, elsősorban, az a legjobb. Lehet posztokat írni, hozzászólni. Ott általában elküldik az embert kurva anyjába, de nagyon szeretem. Jó? Szerbus Péter, üdvözöllek itt az X-jégen. Hogy érzed magad? Kurva jól, jó? Csapó 2, Szerbus Péter, Pi. Hogy érzed magad itt az X-jégen? Nagyon jól, köszönöm szépen a kérdésedet, jól. Mit gondolsz a jég minőségéről? Hát király, nagyon jó. Kiváló? Kiváló. És a büféről? A büféből olyan finom dolgok vannak, hogy... És még olcsók is, igaz? Olcsók. És? Hogy érkeztél ide az X-jégre? Milyen reményekkel? Olyan reményekkel jöttem ide, hogy ma meg tudod koszorúzni, és figyelj! Látod? Gratulálunk Péternek, köszönjük ezt a fantasztikus interjút! Szávó Morán jelentkezik, Tatabánya, Várdói 17.
kedves barátnőm. Köszönjük a figyelmet, az egész korpályán nevében. Peace! Motherfucker!